Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá. De aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! Szent Háromság ünnepén hallani fogunk nem sokára az áldozati résznél egy olyan bonyolult imádságot, hogy ilyen bonyolult imánk nincs is másik. Annak idején a teológián, az erkölcs teológia tanárunk azt mondta, hogy egy kicsit úgy ő is zavarban van, amikor ezt olvassa. Három személyű egy Isten. Most akkor három Isten van. Mit jelent ez az egész? Tavaly fél évig jártak hozzám a Jehova tanúi, és azt mondták, hogy nincsen Szent Háromság. Azt mondták, hogy Jézus nem az Atyával egy lényegű fiú. Ők nem tudtak meggyőzni az ő igazukról, én nem tudtam őket meggyőzni a katolikus egyház igazáról. De eljutottunk egy ponthoz, amit most szeretnék veletek magasztani. Ez pedig az, amikor rákérdeztem arra, hogy miért hiszitek azt, amit hisztak. És hát folyamatosan a Bibliára mutogattak, mire én megkérdeztem tőlük, hogy a Biblia az mond valamit. Ez egy könyv. És ahogy haladtunk tovább, végül is beismerték azt, hogy nekik is van egy Biblia magyarázatuk, nekünk is van egy Biblia magyarázatunk. Menjünk tovább. Honnan indul az ő Biblia magyarázatuk? 140 évvel ezelőtt volt egy prófétájuk, aki azt mondta, hogy kinyilatkoztatást kapott az Úrtól. Abban a városban, ahol élt, ő maga is karasztény volt, összegyűlt a többi lelkésszel, és a többi lelkész mondta neki azt, hogy ez a kinyilatkoztatás, amit te kaptál, ez ellentétes azzal, amit mi eddig tanultunk. Vitatkoztak, és végül is az a lelkész kiszakadt a többiek közül, és így megalapította a Jehova tanúi gyülekezetét. Tehát valójában minden a helyes magyarázaton áll vagy bukik. Mert ahogyan magyarázzuk,
Az alapján születik egy új közösség. Hogyha megismerjük az egyház hagyományát, akkor rájövünk arra, hogy a Szent Háromságról vallott hitigazságok, azok nem valami össze-vissza dobált dolgok, végképp nem arról van szó, hogy felesleges ezzel foglalkozni, hanem olyan teológusoknak a fölismerései, akik imádkozó teológusok voltak. Akik valóban nap mint nap órák hosszat töltöttek az élő Istennel. És utána magyarázták azt, amit Istentől személyesen kaptak. Amikor például a Jehova tanúi tagadják a Szent Háromságot, ennek a tagadásnak hol van a gyökere? Szent Pál apostol a korintusiaknak írt első levelében mondja, az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha valaki úgy véli, hogy valamilyen ismeretre tett szert, még nem ismerte fel, hogyan kell megismernie. De ha valaki szereti Istent, azt már megismerte Isten. Amikor egy ismeretre, valamilyen tudásra gondolunk, eltölt minket egy erő, hogy ezt én tudom. Úgy magragadtam, a kezembe van. Ez egy ismeret, most már tudom. Amikor a szeretetre gondolunk, a leges, legnagyobb tudásra, akkor nincs bennünk ez az érzés, hogy most már én tudom. Most már minden a kezemben van. Gondoljunk például egy házasságkötésre, ahol azt mondja a férfi a nőnek, hogy szeretlek. Ahol azt mondja a nő a férfinek, hogy szeretetből megyek hozzád, feleségül. Én már nagyon sok esküvőt tartottam, de ebben a pillanatban úgy nem érzékeltem a mennyasszonyból, vőlegényből egy ilyen nagyon nagy bizonyosságot. Amikor az ókorban Archimédész felfedezett egy összefüggést a természetben, akkor kiabált, megtaláltam, heuréka, most már értem, magvilágosodtam. De ott volt egy nagy bizonyosság, amit így magragadott, hogy én ezt tudom. De amikor két személy szereti egymást, akkor a szeretetben nincs egy ilyen nagy birtoklás, hogy én most már ezt elkaptam, zsebrevágtam. Megértettem, tudom csinyát, bínyát. A szeretetben önátadás van. A magismerésben van egyfajta birtoklás, hogy ez az enyém lett, magismertem. Ezért a magismerés az még csak a szeretetnek az előszobája. A legnagyobb szeretet nem az, amikor mi valamit birtokba veszünk, hanem a legnagyobb szeretet az, amikor átadjuk magunkat. Az Atya és a Fiú között ez a kölcsönös önátadás van. Még egyszer, amit Szent Pál apostol ír, az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít.
Tudjátok, hova lyukadtunk ki a Jehova tanúival való beszélgetésben, akik tagadják a Szent Háromságot? Kérdeztem tőlük, hogy figyeljetek, akkor most szerintetek, hogy lehet, hogy a katolikus egyház 2000 éve működik, több mint 1 milliárd tagja van, vannak, akik az életüket adják, katolikus emberek, vértanúk lesznek, az életüket adják Jézusért. Vannak, akik az életüket adják azért, hogy azt vallják, hogy Jézus maga Isten. Vannak, akik életüket adják ezért a Szent Háromságba vetett hitért. Ti pedig tagadjátok a Szent Háromságba vetett hitet. Akkor szerintetek ez hogy lehet? Hogy magyarázzátok ezt? És tudjátok, mit mondtak erre? Hát majdnem hátravágottam. Azt mondták, hogy a katolikus egyházat egy hatalmas, erejű démon uralja. Hát erre már nem lehet ott mit mondani. Csak azt, hogy viszontlátásra. Aztán jöttek még egy darabig, míg nem karácsony előtt azt mondták, hogy most döntsem el, hogy belépök-e közéjük. Ezek tudták, hogy egy katolikus pappal beszélgetnek, döntsem el, hogy belépök-e közéjük. És azt mondtam nekik, hogy ide figyeljetek, én szívesen beszélgetek veletek, mert miközben beszélgetünk, én is jobban megértem a saját hitemet. Egyébként ők is ketten voltak, mi is ketten voltunk, egy most teológiára járó barátommal voltunk mi ketten, ők a ketten. Én szeretem ezeket a beszélgetéseket, jobban megértjük, néha kicsit vitatkozunk, de beszélgessünk még. És erre azt mondták, hogy ők nem akarnak többet beszélgetni, vagy belépnek a Jehova tanúi közé, vagy többet nem beszélgetünk. És erre mondja, hogy a Szent Pál apostol, hogy az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Úgy gondolom, hogy azok a katolikus teológusok, akik a Szent Háromság titkába mély bebillantást nyertek az évszázadok során, azok a katolikus teológusok, Szent Atanáz, Akvinói Szent Tamás és a többiek, ők folyamatosan párbeszédet folytattak egymással is. Ez nem úgy volt ám, hogy ült egy barlangban egy szerzetes, imádkozott, és egyszer csak rájött, hogy ugyan nevezzük már el Jézust az atyával egy lényegű fiúnak. És akkor mindenki azt mondta, hogy hát, igazad van. Tényleg, Jézus az atyával egy lényegű fiú. És tényleg a Szentlélekot is most már Istenként fogjuk tisztelni, isteni személyként. Ez nem így volt. Ez valójában úgy volt, hogy teológiai iskolák voltak. Közösségek voltak. Tanítványi iskolák. Beszélgettek, imádkoztak. És mindig akkor kezdődött el egy tévedés, eretnekség vagy szakadás, amikor valaki kilépett ebből a közösségből, nem akart többet beszélgetni, nem akart többet együtt imádkozni a többiekkel, hanem ment a maga feje után. És ez, hát ha nem is vagyunk mi a Szent Háromságnak a nagy teológusai, és nincsenek is erről esetleg különleges tapasztalataink, de az biztos, hogy amikor azt mondjuk, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amikor így karasztot vetünk és imádkozunk, akkor bennünk lakik a Szent Háromság.
bennünk lakik, mert szeretjük őt. És ha pedig problémás kérdéseink vannak, akkor segítségünkre siet a Szent Szentegyház, segítségünkre sietnek a mi nagy testvéreink, a teológusok, egyszerű hasonlatokkal is, mély maglátásokkal is. Ezért legyünk alázatosak, maradjunk párbeszédben az egyházzal, maradjunk párbeszédben egymással, mert így ismerjük meg Istent, és Istenben egymást is. Mert a Szent Háromság Atya, Fiú és Szent Lélek közössége. Szeretetben, tökéletes egységben vannak. Így lehetünk mi is, szeretetben, egységben, növekedésben. Vállalva a növekedésnek a fájdalmait is. Vállalva a magtisztulásnak, a kölcsönös magismerésnek az ütközéseit is olykor. Ámen. Valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben.